magasolat meg egy mesét, amely valójában nem is mese, hanem igaz történet. Elindult gitárját hátára akasztva, 1968 őszén egy leány. Torkából a madarak tiszta éneke zengett, a lelkében is dal volt. Dacolva széllel, nappal, esővel, hóval, vitte az ezerfelé szóródott magyarsághoz az üzenetet, melyet a fenyők küldtek a végekről a végekre. Két fiát magához szorítva, csak ment a maga útján. Krónikásunk volt 52 éven át. Nevelte gyermekeinket jóra, szépre, dalra, igazságra. Most hallgassuk meg csendes énekét és írásait, melyeket szívünk küszöbére helyez. Puha, finom lebegés, csendes csobogás, védő szeretet, nyugalom, szent béke. Nem gondolkodom, csak vagyok. Időszakonként valami simogatást érzek, amely áthatol egészen frissen dobogó szívemé. Nem gondolkodom, csak vagyok. Ringatózva, burokban védve, körbevesz a meleg puhaság. És néha valami egészen különleges dolog, mert hallok valamit, ami semmihez sem fogható. Ha tudnám, mi az a szféra, talán azt hinném, az égi zene szól. Sejmes, finom, a buroknál is édesebben felel. Nem moccanok, nehogy a csobogás elhagyom. Hall, szelíd, és közben megint érzem azt a csodálatos melegséget, amely kintről simogat. Abba maradt. Még, ne hagyd abba! Ez gyönyörű! Rukkapálok, követelőzöm, mert vissza szeretnék kerülni abba a dallamtakaróba. Nyugtató kéz simul puha börtönöm falára, de a dallam nem húzik a szövetek között. Újra rukkapálok, mert meg sem tudok fordulni. Beakadt kezem, lábam. Forog velem ez a sötétség. Ismeretlen erők kezdenek taszajtani. Oda a varázs. Fejem lehajtódik. Lábam felhúzódik. Mi ez a furcsa erő? Hát miért kell ezt a furcsa tekerbőzést művelnem? Milyen erők tolnak egyre lejjebb? Hát hé, ez miféle dolog? Minden porcikám összeszorul. Na végre, egy kis szünet, a mindenit, ennek felesem széfa, már megint kezdődik. Hol a hang, hol a béke? Miért nyomít előre ez a kimondhatatlan erő? Hékás, ez fáj! Ez a burok kezd komosszá válni. Hogy hagyhatott a csodálatos védelem? Ki akarod innen szakítani? De hisz ez az én helyem. Megint egy kis nyugalom, de ez már nem ugyanaz. Fejjel lefelé egy kürtőben vesztegelek. Mozdulni, hang, piha, börtönömet nyomogatják. Hiadott a hasam! Most mások nyomogatnak, de hát mi ez az egész? És már megint birtokba vett az erő. Kíméletlenül visz előre. Recsegés, ropogás, szakadás, ilyen lehet a földindulás. És már hallok újra hangot is, de ettől csak még ijedtebb vagyok, mert csendes jajgatás, sóhajtozás jut el hozzám. A védelem az. Istenem, ő is szenved. Mi ez az erő, amely kiszakít belőle? Nem akarom elhagyni, itt akarok maradni, hát nem törődik ezzel senki! És még erősebb taszítás. Fejem valami kemény folyosóban tekkel. Hol van már a csobogás? Reszketek, mert az éltető, ringató víz is elhúzott. Mozdulni sem tudom. A vállam
anélkül, hogy akarnám, erősödnek a külvilág hangjai. Idegen, hideg, csengő fémhangok, és jaj, a nyögés, a védelem nyögése. Na végre, itt az ismerős illat, itt a puhaság, itt az ismerős kéz. Na, ez már más. Bár látni nem látom, csak érzem azt az egyenletes pumpát, amely mindig biztonságban tartott. Jaj, ez mi volt? Gyengi cuppanás az arcomon, pumpás. Csak ne fájna úgy a tüdőn, az itt ez a fura belém átmúl a levegő. És fázom, nagyon fázom. Végtelenül, egyedül lettem. A védelem külön van tőlem. Rajta fekszem, de már kinyit. Anyunak fogom szólítani, az bizalmasabb. Mert én anyuval bizalmas viszonyban leszek. Honnan tudom? Mert fele életemet odaadnám, hogy ne sóhajtozzon ilyen keservesen. Én már rendben vagyok. Neki miért kell még tovább szenvednie? És még csak mellette sem maradhatok, mert valami kerekes, vacakon, sürgősen egészen máshova tolnak. Nincs édesanya, se anyu, csak ezer torokból zengő hatalmas üvöltés. Ezek ugyanolyan helyzetben vannak, mint én. Ezeknek szintén elkobozták az anyukáját. Túlordítani nem tudom őket, ezért szepegve befogom a számat. Az az érzésem, szükségem lesz még a hangomra. Gyöngybukrétát kötnék.
szemem sűrű felhőn, onnan pereged az eső. Gyere, rózsám, béküljünk meg, mi egymásnak engedjünk meg. Mindig voltak, kikén jártak, mi megengedtek egymásnak. Így van, mert mint ahogy mi tulajdonképpen elváltunk, de mégsem váltunk el egymástól Dévai Györgyel, aki valahol itt ül a nézőtéren, és azért mondom ezt, mert köszönni szeretnék neki valamit. Köszönni először is a nevemet, hogy Dévai lettem. Mert én Nagy Imre és Makkai Kamilla leányaként Nagy Kamilla Anikónak láttam meg a napvilágot. És 18 éves koromig az Anikón kívül máshogy nem is szólítottak. Amikor a Nyílik a Rózsa és a Röpőpápa után a közönség elé kerültem, akkor mindenki már csak azt a gitáros lányt, azt a Kamillát jegyezte meg. És ezt most is a közönségnek is nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert akkoriban még péntek éjszakáig fel kellett adni a nevezéseket, és mivel engem a zsűri kihajított, de a közönség visszaszervezett, én ezt nagyon köszönöm most itt éppen önöknek. És Dévai Györgynek a neve megkívül. Köszönöm szépen, és Dévai Györgynek még a nevemen kívül köszönöm azt a két csodálatos életet, a fiaimat. Dévai Balázs Áron színművészt, Dévai Bálint Ábel gazdasági szakembert, és köszönöm, hogy ők vannak, hogy ők talpig emberek lettek, és hogy az édesapjuk mindig ott állt mellettük. És éppen ezért most azt a dalt választom, és bocsássanak meg, hogyha most először, elsősorban nekik énekelem ezt a dalt, amely Demjén Ferenc szerzeménye. Ugye voltál gyermek, mi most is vagy? Lerohantak az évek, az időt elhagy. Bámuló szemmel, tágra nyíló szívvel jársz mindent át, mint az élet kínált neked. Felnőtt lettél, azt hiszed, pedig most is játszol, s komolyan veszed. Pedig a rejtély, mi soha meg nem leltél, még most is várj, ahogy megjöttél, s indultál. Azt mondom, játszunk tovább. Pedig most nézzel, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szett az ég neked.
Bejártam, mert az élet adta, hogy azok után, hogy a közönség visszaszavazott, hiába szerettem volna egész életemben tanár lenni, a színpad magához rántott, és megadatott, hogy a nagyvilág színpadain is énekelhessek, csak egy párat említek mutatóba az ismertebbeket, milánói Scalában énekelhettem, pedig ez más műfaj, de megadatott nekem. Aztán Amsterdamban, az amsterdami Concertgebouw-ban énekelhettem, és New Yorkban, a Carnegie Hall-ban is. És ezek a színpadok nekem nagyon-nagyon sokat jelentettek, hiszen gyermekkoromban úgy szívtam magamba azokat a zenéket, amelyeket ezekből a csodálatos hangversenytermekből hallottam, hogy úszott a lelkem a boldogságban, és csak füleltem és füleltem, és csípkedtem magamat, hogy itt vagyok, valójában itt vagyok. És mégis azt kell mondanom, hogy az, hogy most itt együtt, önökkel együtt, itt állhatok a Nemzeti Színház színpadán, ez nekem, bocsátassék meg, de többet jelent. Utaztam, és közben találkoztam sok olyan emberrel, aki egy kicsikét törte el derékbe a magyar nyelvet. Na most történik nagy meglepetés. Előbb voltam beszélni kalapom, hogy itt vágyom nagy, csodálatos színpad, Nemzeti Színház színpada, és akkor most jön ez. Gondoltam, hogy ez közönség nem fog hinni övé fülének. De azt is elmondom, mert most már következik az, hogy 70 évesen még mindig benne vagyok Guinness világrekordok könyve. Fognak jönni mindjárt külföldi népdalok, de amiért akartam ezt mutatni, mert hogy honnan jött ez, hogy én tudom. 6 év jártam Budapest Szilágyi gimnázium, még voltam kicsi lélka, és akkor volt egy tanárnéni. No, szóval nem tudott igazán magyarul, lengyelül tudott, de orosz tanított, orosz se igazán tudott. Na, hát ez a Hanna néni volt egy szép nagy darab barisnya, és így beszélt, és nekem osztálytársak mondták mindig szünetben, hogy te, Anyiko, utalod ma meg egy kicsit Hanna néni. Na, hát én utaloztam, és bennem ragadt. Megragadt. Ez ifjúságom egyik darabkája, aki engem végül ismert, tudja, hogy akkor, mikor van nagy múlatság, ünnepség, akkor én szépen előszedem, és mondom is. Hanna néni után akkor természetesen most orosz népdal következik. Ezeket mind fogom mondani. Ez egy nagyon-nagyon szép vers, Rasul Gamzatov költőnek a verse, magyarra Rigó Béla fordította. És a katonákról szól, akik nem értek vissza. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавы, не пришедшие в воен, не в земли наши полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры сырьем диктаты, летят и подают нам голоса. Не потому, что часто и печально мы замолкаем, дядя небеса. Не пришедшие поели, не в земли наши полюбили когда-то, а прекратились ели журавлей. И следующий, один финн
még dolog. Mina leido de sinulje laura, cui noma je gulja. Mina leido de sinulje laura, cui noma le gulja. Niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. En minä laula kallioille, enkä metsäni muille. A következő dalhoz egy hosszú-hosszú történetet mondhat még, de benne van a könyvemben. Észak-Koreában találtam elénekelni egy dél-koreai dalt, amiért kis mértékben börtön, nagyobb mértékben likvidálás volt az ár, és én ezt úgy éles, egyenes adásban, televízióban kimérszem szemek közé énekeltem, úgyhogy most következik ez a dal. Et on va pas
Most
Még nem. Most még mindig nem. Most még mindig nem tudom, mi cél vezetett téged, Uram, mikor a repülésből, a halálosból fölkaptál, és újra életre ítéltél, Uram. Kikaptad a bénító lancs sötétség, nyúlós, véres nyálkás kezéből tehetetlen agyamat, s lassan pirkadó fényt gyújtottál a tekervények zegzugos ösvényein. Szikrázóan ráztak a fájdalmak, majd tompult apátiába zuhantam. Felvillantak arcok, képek, hangok, de még mindig nem tudom, mi cél vezetett téged, Uram, hogy itt marasztottál a földön. Akkor még nem tudtam, mert akkor még egy csontvirág nőtt a homlokomon, ez egy másik vers, csontvirág nőtt homlokomon. Hiába dobol a halánték, minden másodperc ajándék, most űzték el a halált épp. Csontvirág nőtt homlokomon, vérbuckák közt kóborul az ész, habzó szájjal nyaggal a vész, szakadt ujjam, mi csemevész. Csontvirág nőtt homlokomon, mégsem forr torkomra dalom, erősít egy fogadalom, te is, én is úgy akarom. De csontvirág nőtt homlokomon, minden szirma vad fájdalom, szilárdjai égő mágiák, csodálkozom, ők nem látják, hogy csontvirág nőtt homlokomon. Ez a csontvirág nagyon sok mindenre rávilágított. Először is megvolt a fogadalom. Az a fogadalom pedig úgy történt, ezt is sok helyütt elmondtam, de kihagyhatatlan, mert itt van ő. Ő. Mert ő nem száraz fa, akivel így éveken, évtizedeken átölelve adok és adok az embereknek. Ő nem száraz fa darab. Ő a társam. Az egész életemben a társam. De ha eszembe jutott, akkor tudnom kell, hogy vele mi van. És akkor a nővérke hozta. Az autóroncsban két napig dekkolt, mivel a baleset 1996. január 22-én volt, nagyon hideg tél volt akkor, mínusz 22, 23, 24 fokos hidegben ott dekkolt két napig ez a gitár, és a szanatóriumban pedig egy hónap múlva került elő, puhatokból, lekötés nélkül, miszlikekbe kellett volna törnie, egy húrhalmaznak és egy forgácshalónak kellett volna lennie. Ehelyett mi volt? Húzza ki a nővérke a tokjából, látom, hogy már a hangjukig megvan, akkor a teste megvan, akkor húzza tovább, a nyaka is kín van, akkor már csak a feje lehet eltörve, azon meg lehet segíteni, és kihúzza a nővérke, hogy a feje is sértetlen. Ez már önmagában egy valós, igazi csoda. És akkor átadta a gitárt, és ilyen, mit csinál az ember, mint egy frissen szült kismamának, ha odaadják a babát? Hát megsimogatja. Hát mit csináltam? Ezzel a szerencsétlen ujjammal megpendítettem a gitárt. És ahogy ez a gitár sincs elhangolódva, tökéletesen tiszta volt. Abban a pillanatban tudtam, hogy ez igazi, nem létező csoda. És feltettem ezt a bungó kezemet, és azt mondtam, hogy igen, Uram, értettem. Ő megmaradt, hát akkor nekem is helyre kell jönni. És ez a nem, amit itt az előbb olvastam, ez egy óriási igen betorkolott, hogy igen, élni akarok, igen, lehetőség, kaptam, egy olyan csodát kaptam. Hát ettől maszla az, aki lefeküdve marad, kiütve. Hát akkor gyerünk. És elkezdtem úgy saját magamat dresszírozni, és tornázni, és csinálni, és mindent, mindent.
mindent, hogy én voltam az orvosok kedvence, mert gyógyultam, és gyógyultam, és gyógyultam, és botokkal, mindenfélével megnyitottam még abban az évben, október 16-án, azt az intézményt, amely jövőre a 25. életévét fogja betölteni. Megszületett a Krónikás Zenede. Akkor még Krónikás Ének Zeneiskola volt a neve, ami később hosszúnak találtatott, és nagyon boldog vagyok, mert hivatalosan megengedték, hogy Zenede nevet vehessünk fel, pedig az első magyar királyi zenede az a Zeneakadémia volt. Tehát ezt a nevet minden krónikás nagyon boldogan és büszkén viselheti, mert megkaptuk azt a nevet, hogy Krónikás Zenede vagyunk. Én még mankókra támaszkodva, nagyon sántítva, még a mostani nevendékek közül is van, aki emlékszik rá, hogy borzasztó nehéz körülmények között nyitottam meg az iskolát, de ez az iskola él és szolgálja a 15 milliós magyarságot. És most... mert megmentettünk egy iciri-piciri darabkát, talán 4 percnyi filmet, amit kérném szépen, hogy most játszunk be, hogy milyen is volt valaha ez a Krónikás Zenede. Elsősorban határon túli magyar ifjakból érkeztek a növendékeink, és hát fantasztikus volt, amit csináltam. Szobátai hív, aki énekel. Aki hegedül, nagy egyedül. Első percek az iskolában. Hát annyira emlékszem, hogy 99. októberében kissé keserű szájízzel távoztam Kolozsváról, ahol az akadémiát nem vettek föl, mert ékezet volt a nevemben, vagy ki tudja. És akkor beszéltem a Kamillát, fölhívtam, és mondtam neki, hogy hát úgy döntöttem, hogy jövök. Jó, találkozunk csütörtökön a Marci Bányi téren. Azóta én azelőtti rendszer jártam Pesten, akkor is átutazóban. Mondom, jó, ott leszek. Hát ott is voltam csütörtök délelőtt. A takarítónéni el tudta mondani, hogy hát igen, csak délutánként szoktak két-három teremben valami gyereket zenégetni, igen, a Kamilla is így szokott lenni, várjon csak, mert majd biztos érkeznek. Hát érkezett a Kamilla, hú, de jó, itt vagy, nagyon jó, megérkeztél, menni, mint a legtermészetesebb dolog lett volna, hogy én oda mentem, oda találtam, tényleg ott vagyok, és egyből azt hiszem egy előadóművészetóra volt, ott bemutatott a többi növendékeknek, játszottam én is a két-három dalt, mondták, hogy hát ők, amíg mondtam, már régóta föl vagyok véve. És akkor így kezdtem belegondolni ebbe az egészbe, hogy mi is ez az egész, hogy működik, hol vannak a tanárok. És úgy szép lassan délutánként bejárogattam, egyszer találkoztam a Kati nénivel, egyszer találkoztam futó Huzella Péterrel, a Radványi Balázssal, a Sárik Lászlóval, a Paha Imrével. És kezdtem rájönni arra, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát én Lőgye Sándor vagyok, Kárpátaljáról érkeztem, a Hungárvárosban születtem. Én rögtön elnézést kérek, mert helytelenül biztos fogok beszélni magyarul. Mert édesanyám úgy jött, hogy amikor magyar iskolában voltam, ők elváltak a szülők, aztán beadott engemet egy orosz-ukrán intézetbe. Azért tanulok itt, hogy boldogságot hozzak az embereknek, a zenében. Hogy helyesebben beszéljek, hogy helyesebben tudjak énekelni. 9 éven keresztül volt egy rockzenekar, úgy hívják, hogy Szent Pauli Guys. Sajnos aztán feloszlott. A másik Vécsi Tabarató, a harmadik, Pincérnő a negyedik
borítékol a harmadik. Hát tudjuk, hogy hát én szerintem minden olyan munkát elvállalunk, ami pénz az úgy, ami olyan, hogy azt mondjuk, hogy igenis annyira elég, hogy meg tudjuk teremteni a mindennapi betevőt, én szerintem. Tehát például mit? Hát nem fog belekerülni, de olyan helyen dolgozok, ami illegális is. Hát én nem adtam fel a... Én legalábbis az utomat úgy érzem, nem adtam fel, ez nekem az átmeneti. Én azt, hogy én ide jöttem az iskába, az igazából nem tudtam, hogy ez az iskola ilyen belülről. De örvendek, hogy ilyen, mert rengeteg embert megismertem. Sok embert megismertem, nagyon sokat tanultam tőlük. Ahogy ide kikerültem, úgy tanultam meg azt, hogy mi az, hogy megkeresni a kenyeret, mi az, hogy a másiknak adni, mi az, amikor valakitől valamit kapsz. És önzetlenül is nagyon jól esik, és azzal kötenek fel, hogy gitároznak és boldog születésnapot. Itt az a jó nagyon, hogy egymásra számíthatunk, mert olyan emberekkel vagyok én legalábbis körülvéve. Itt, amit kaptam, hát nagyon szeretném, hogy minden ember ezt megkapja. Majd este, ha lesz eredmény, azokat hagyjatok várjuk, jó? Addig sírjunk, mert nem indul a busz. Nem indult a busz. Csak az iskola indult el. Összesen, mikor legtöbben laktunk benne, 80-an voltunk. Lomtalanításkor cigányokkal, lámpaernyőt húzigálva rendeztem be az iskolát. Ott éltünk 7 évig. Ott a nap 24 órájából bizony 24 órán át szólt a zene. De úgy, hogy sosem bántottuk a másikat. Volt egy hétfői napunk, amikor mindenki elmondhatta, hogy ebben az iskolában mit kéne és hogyan kéne javítani. És mindig az volt, hogy persze, mindenki belebeszélt a másik mondandójába, és akkor bevezettük azt, talán emlékeztek rá, hogy akinek a kezébe a gyertya van, az beszél, a többi pedig tartja a száját. És így csodálatos beszélgetéseink voltak. Volt stúdiónk, volt hangszerjavító műhelyünk, beosztottuk a takarítást, itt a diákok közül is az egyik. De nagyon szívén viselte, hogy a lépcsőt is fel kell mosni. És egész rövidre fogva nem tudtuk fizetni a fűtést, ezért kilakoltattak bennünket. Aztán folytattuk. Csak például a Lisznyai utcai általános iskolában 176.500 forint volt a havi fizetendő. El lehet számolni, hogy akkor 10 hónapig mennyi pénzem bekerült, meg kifizette volna. Ők, akik Kárpátaljáról, Erdélyről, Télvidékről, Felvidékről jöttek. Az ő lelkük is, az ő igazságérzetük, az ő nevelésük, az ő segítésük, az is az én kezemben volt. 50 literes lábasokba én főztem nekik az ennivalót. Ha volt mit enni, együtt ettünk. Ha nem volt mit enni, együtt éheztünk. Ezt úgy hívják, hogy közösség. Mi egy fantasztikus zenei közösség voltunk, és nem csak zenei, hanem emberi is. Szétzúztak, de mégiscsak folytatódott, mert ugyan a Lisznyai utcai általános iskolában nem tudtam tovább fizetni, mivel már minden pénzem elfogyott, akkor folytattuk tovább lakáson. És ma is úgy van. Nincs központi helyünk, van ebben jó is. A szőnyegen is lehet ülni, ott is lehet gyakorolni, sőt, ott nekitámaszkodom a másiknak. És érzem, fizikailag is érzem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy van egy közösség, amelyikhez tartozom. Hát most ebből tulajdonképpen a kilakoltatás borzalmáról, ami tényleg nagyon-nagyon megviselt, és ebből született az én Via Dolorózám, amit most el fogunk énekelni, ez az én szörnyű Golgotám volt, amikor utcára kerültünk. De többiek. A fájdalom útját járom, megfáradt
járom. Uram, jóságodat várom, földi Golgotánot járom. Sérült lelket hozom felé, alvatt vérem öntöm elé. Gyönyörű meg fájdalmamon, hallgass meg a hadgyúdalom. Hogy fáj, fáj, fáj. Nem sírok, uram, mert tudom, hogy mellettem állsz. És tudom, hogy tőlem mit kívánsz. Kerekölcs járj és énekelj, iskolázat virágoztat fel. Tarts ki, ember, bízom benned, visel terhed, kírj a lelked. Yeah.
hogy eltelt megint 24 óra, rá sem mert nézni a mutatóra. Kegyeg az óra, bizony testvér, megint egy évvel öregebb lettél. Nem tudják azt a fiatal, miért jó az, hogy 70 a gyermekeim, gyermekeim ők, tőlük kapok lelki erőt, tőlük kapok mindig biztatást, látok, látom én a folytatást. Tudod, testvér, ez a nagy csoda, a rád nevet, az immár ő.